Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Kezemben egy intelligens podrendszer, hát így van reklámozva, a Flask névre hallgat, flaska, úgy is néz ki, és a Borvape-től érkezett, ez egy számomra ismeretlen cég, ők hívták fel a figyelmemet erre a készülékükre, és hirtelen kettőt is küldtek, úgyhogy az egyiket ki is fogom sorsolni közöttetek. A terméket tényleg úgy reklámozzák, hogy intelligens, azért, mert láthatjátok, hogy itt van neki egy kicsi kis kijelzője, és háromfajta üzemmódban lehet használni varivodban, és van neki egy ilyen play üzemmódja, amire én egyáltalán nem jöttem rá, ugyanis sem a domoz nem tartalmazza ennek a leírását, sem a weboldalunkon nem jöttem rá, van mellette egy A betű, és akkor azt is lehet állítani. Itt az oldalán van neki plusz-minusz szabályzás, és lehet fölmenni egészen 20 wattig. Kétfajta porlasztóval érkezik, az egyik 1,2 ohmos MTL porlasztó, ami most van bent, és a videóban be fogjuk szerelni a 0,4 ohmos elvileg DL porlasztót. Hogyha kibontjuk ezt a teljesen bontatlan dobozt, ugyanis itt van mellette a szikém, megvágjuk, és azért csinálom ezt, hogy amikor te ezt kézbe veszed, akkor körülbelül ilyen hadjáratot fogsz eszközölni ennél a cuccnál. Itt a doboz hátulján láthatjátok a tartalmat és a specifikációt. Itt, ami egyből megcsapja a szemünket, az az, hogy az akkumulátor kapacitása az 1150 mAh. És egy ilyen eszköznél, aminek 20 watt a plafonja, ez egy meglepően jó érték, és nézzétek meg, hát ekkora cucc. Úgyhogy kompakt is. Itt lesz majd a Borvape-nek az eredetiség vizsgája, itt pedig a social media elérhetőségei, elején a termék, és itt az van ráírva, hogy black, de hát erre is az van ráírva, hogy black. Nem tudom, én úgy láttam, hogy egyelőre még csak egy szín létezik a cuccból, így ki tudjuk bontani, és itt helyezkedik el maga az eszköz egy ilyen zacskóba csomagolva. Így néz ki, gyönyörű, szép fekete, az már egyszer biztos. Itt lehet rajta látni védőfóliát, nem távolítom el, mert majd az eltávolítja, aki megnyeri ezt a terméket. Nézzük tovább a doboztartalmát. Lesz neki egy használati utasítás, így van. Manual instructions, hogy hogy is kell ezt beüzemelni, hogy kell a porlasztót behelyezni. Továbbá tartozik egy USB kábel, ami szép fehérre sikeredett, és itt lesz a két porlasztó, tehát nem rakták bele nekünk egyből a készülékbe, hanem nekünk kell behelyezni, ez nem olyan nagy probléma. Ez pedig egy garanciakártya, ez pedig egy figyelmeztető kártya, hogy amit szoktak mondani, hogy áztass be a porlasztót, jól rak be a porlasztót, ehhez hasonló dolgok, jól csatlakozzon, úgyhogy ez körülbelül ennyi. Nézzük meg magát a podot, rozsdamentes acélból van, és ilyen szálcsiszolt dologról van szó, itt borfelirat van, a másik oldalon semmi, ott van a borfelirat, és itt lesz majd nekünk a kijelzőnk. Erről van neki plusz-minusz gomb, itt lesz neki egy szellőzés, tehát itt fog bemenni majd a levegő, nem tudom mennyire lehet látni, fekete a termék, alulról pedig az akkumulátort szellőztetik, ezen az oldalon lesz neki az USB töltő nyílás, és erről is lesz neki egy levegőzése. A podot így kell kivenni belőle, és lehet látni, hogy nincs benne a porlasztó, ahogy azt ők mondták. Ott lesz neki a csatlakozás, és nem mágneses, hanem ilyen szorulós dologról van szó, így be is fog kattani, és ennyi az egész. Nézzük meg hozzá akkor a porlasztókat. Ugye kettőt küldenek, én az 1,2 ohmossal próbálkoztam eddig. A kettő darab porlasztó az ilyen mikrokoil, és hát nagyon nehéz eldönteni, hogy melyik lenne melyik, de hogyha belenézünk, akkor láthatjuk, hogy ennek a porlasztónak nagyobb a szellőzése, tehát minden bizonnyal ez lesz a 0,4 ohmos, így van, én látom is, 0,4 ohmos. Behelyezni a potfejbe egyszerű lesz, de csak egy irányba tudod behelyezni, hogy a piros vonal az így álljon, csak így fog bemenni, ugyanis így tud majd kilevegőzni, vagy belevegőzni a dolog. Beáztatni nem áztattam be a porlasztót, viszont hogyha felöntjük, akkor majd ő magától beázik szépen. Ilyen egyszerűen feltölthető. Így. Ezt a gumi alkatrészt így visszacsukod neki, hogyha visszatudod. Így. Visszatudtam. Rendben van. És ezek után, nem tudom mennyire lehet látni, ez ilyen füstüveg, lehet benne detektálni a likvidet, viszont mindig ki kell majd venni a portból, ez talán egy negatívum. Ez bolond biztos, tehát minden irányban be fogod tudni helyezni.
Így, kattant is, és ezek után 5 klikkel, itt van neki a kijelzője, 5 klikkel be is tudod kapcsolni. 0,45%-ot mutat, nem tudom, hogy miért, és watt üzemmódban van a készülék, 9 watton, ott pedig mutatja nekünk az akkumulátor töltöttségi szintjét, itt lesz neki egy plusz gombunk, és ezzel tudunk fölfelé menni a teljesítménnyel, ilyen egyszerűen. Ha folyamatosan nyomom, akkor nem megy fölfele, de megy, akkor wattonként megy fölfele, lefele pedig így tudunk majd menni, nem tudom, hogy mennyit kell neki állítani, azt nem írták le sehol. Továbbá az üzemmódok között úgy tudunk választani, hogy ez itt ugye a tűzgombunk is, a kijelző is, 1-2-3-szor megnyomjuk, és átváltott volt üzemmódra, 2,01 volton van jelen pillanatban, és ha megnyomjuk megint háromszor, akkor megy át erre a play-re, és ott van egy A betű, ami nem tudom, talán amper, nem tudom, de ezt is lehet állítani. Hát itt próbáltam gőzölni a másik porlasztóval, nem vettem észre semmilyen fajta változást benne, akárhova állítottam, nem tudom. Szóval a lényeg az, hogy visszamegyünk watt módba, és megpróbálom neki beállítani a megfelelő értéket, miután ázott egy olyan jó 5-8 percet ez a porlasztó. Amíg ázott a porlasztó, addig szépen visszacsomagoltam nektek a dobozt, hogy aki nyeri, az már úgy meg tudja kapni, viszont még belerakom ezt a készüléket is. 15 wattra állítottam, és megnézzük, hogy miért gőzöl, elvileg délben. Hú, hatásos. Hatásos, az íze is nagyon jó, ezen csodálkozok nagyon. Milyen gőz jön belőle, nem hiszem el. Az íz visszaadása is jó, az MTA porlasztónak is jó volt az íz visszaadása. Ennek is nagyon jó íz. Mind a két porlasztónak nagyon jó íz visszaadása van, és a DL porlasztó, az egyből tüdőre porlasztó nagyon jól működik. De szép nagy gőzök jönnek ki belőle, ezen meglepődtem. Most először használom én is, láthatátok, most bontottam ki, és most helyeztem be a porlasztót a pod fejbe. Nagyon jó. Nézzük meg, hogy milyen jó és rossz tulajdonságai vannak ennek az eszköznek. Én azt véltem felfedezni, hogy a likvidet csak úgy tudom megnézni, hogyha kiveszem a pod fejet, és így beletartom fénybe, így lehet látni. Máshogy nem tudod érzékelni. Különböző védelmekkel el van látva, viszont hogyha szárazra szívod a porlasztót, akkor ez is be fog égni. Én így másfajta negatívumot nem tudok felfedezni a készüléknél. Nagyon jó kis kézbeálló, kompakt, 1150 mAh, hát az MTA porlasztóval bőven kibírt a napot, de tudja, hogy ki fogja bírni ezzel a DL porlasztóval is így 15 watton. 15 watton nem lehet lemeríteni egy nap alatt az akkumulátort, úgyhogy ezzel sincsen semmilyen probléma. A helyzet az, hogy nekem ez tetszik. Viszont nagyon remélem, hogy nem esünk bele abba a hibába, mint a Davanteknél, hogy egy nagyon-nagyon jó kezdőkészletet hoztak össze a fiúk arrafelé, és nem lehet beszerezni. Valami olasz oldalokról lehet beszerezni, a porlasztókra olyan postaköltséget raknak arra felé, hogy ilyen 70 dollárba kerül 3-4 darab porlasztót megszerezni hozzá, és itt az egyik Davantech nyertes hívta fel erre a figyelmemet, hogy hát Tomi, hát próbáljunk már meg porlasztót szerezni bele, hát nem nagyon lehet. Tehát inkább veszel még egy Davantech egész komplett kitet, és abban majd lesz kettő, mint hogy külön meg tud venni. És nagyon remélem, hogy a borvép sem esik abba a hibába, hogy ezt a terméket majd nem tudjuk beszerezni, vagy éppenséggel a porlasztókat borzasztó nehéz lesz hozzá beszerezni. Az AliExpressen egyelőre nem láttam hozzá semmilyen tartozékot, úgyhogy ez lehet még egy negatívum, de hogyha beszerezhető lesz hozzá a porlasztó, akkor ez egy nagyon jó kis kezdőkészlet. Mind a két irányba lehet vele vépelni. MTR-re is szerelheted, DR-re is szerelheted. A levegőzéssel szerintem semmi baj sincs. Az MTL-nek is nagyon jó ellenállása van. Ez a drip tip szipka rész is jó, könnyű és magas is, jó bekapni. És az MTL vagy a DR résznél is elég jól használható. Hát az a DL engem meglepett azért tényleg. Tehát az eszközzel semmilyen probléma nincs, talán az, hogy a likvidet folyamatosan figyelned kell, és kész. Amit nem mondtam még el, hogy így elfelejtem mindig, hogy a likvid kapacitása az 2 ml ebben az esetben is, mint a legtöbb
podnál, úgyhogy ezt figyelned kell. Egy kicsit erősebb nikotinnal ez a MTA porlasztó, erősebb nikotinnal. A DH porlasztó meg szerintem egy olyan 9-es, 12-es környékén, ki hogy szereti ezeket használni. Szóval aki szeretné elvinni tőlem ezt a terméket, először is szóljon hozzá a videóhoz, nyomjon a videóra egy lájkot, legyen feliratkozva, amit a videó alatt meg is tud tenni, vagy itt a fejem mellett is meg is tudja tenni, és akkor nagyon könnyen és egyszerűen el tudja vinni tőlem ezt a terméket. Köszönöm szépen a figyelmet, a viszontlátásra!